Az EB elődöntőben a spanyoloktól kapott ki a bronzérmet, az oroszok ellen szerezte meg a férfi vízilabda U15-es válogatott Máltán. Jövőre Szombathelyen rendezik a junior világbajnokságot. A mérleg és a kilátások a bronzmeccsen 5 gólt szerző Baksa Benedekkel és a szövetségi edző Horváth Jánossal velük beszélgetünk. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. János, ugye az aranyérevért mentetek Máltára. Igen. Csalódás vagy sem? Hát, tulajdonképpen azt mondom, hogy azért egy világversenyen érmet szerezni, ez nem csalódás. Főleg annak tükrében, hogy nem volt problémamentes a felkészülésünk. Amennyiben? Hát sok sérülés közbezavart, még magán az Európa-bajnokságon is, tehát ennek fényében gondolom, hogy elégedettek lehetünk a bronzzal. Nyilván egy magyar válogatott mindig nyerni megy világversenyre, tehát ennek tükrében kicsit savanyú a szőlő. Hogy voltatok vele, játékosok? Hát az igazság, hogy egy vesztes elődöntő után nehéz felállni, és a helyén kezelni azt, hogy mégis a bronzmérkőzést azt meg kell nyerni, és úgy, hogy az aranyéremért megyünk, és csak a bronzot tudjuk hazavinni, azt először nehéz felfogni, de idővel sikerül, és ugyanezzel a lendülettel tudunk menni a bronzmeccsre is. Uh-huh. Majd beszélünk arról, hogy az hogy alakult. Egy biztos, hogy nem éppen könnyű csoportba kerültetek. Lehetett volna maga a sorsolás is jóval szerencsésebb? Tulajdonképpen így utólag azt mondom, hogy ez teljesen rendben volt, mert amikor kiérkeztünk, akkor azt mondták, hogy minden idők legnehezebb csoportja ez. Ugyanakkor, hogyha azt vesszük alapul, hogy azok a csapatok, akik a könnyű csoportokból érkeztek, tehát gondolok itt egy szerbre, egy olaszra, vagy éppen akit mi vertünk el egyedöntőbe a görögre, senki nem jutott be a legjobb négy közé. Tehát csoport első nem jutott be a legjobb négy közé. Tehát most azt mondom, hogy így rendben volt ez, hogy nekünk már a csoportmeccseken is éles meccseink voltak. Ugye az a Montenegro nyert végül, aki a magyar, a mi csoportunkban a harmadik helyen végzett. Tehát ez ugye nem kívánságműsor, mindig amit elénk dob az élet, azzal kell főzni. Én így volt ez rendjén, úgyhogy... Most, hogyha valamit ki kell emelni a csoportmeccsek alapján, akkor az biztos és egyértelműen a küzdeni tudás. A horvátok és a montenegróiak ellen is vesztes helyzetben. Mitől tudott ilyen élesen működni akkor a csapat, a fiúk veszélyérzete és koncentrációja? Én úgy gondolom, hogy nem inkább veszélyérzetről, meg koncentrációról beszélnék, hanem mindenre megvolt a válaszunk, tehát többféle védekezési rendszerünk volt, amik jól működtek, mérkőzésen belül is tudtunk váltani, ami ez nagy dolog, úgy gondolom főleg egy ilyen fiatal csapatnál, és ez, hogy tehát ami nem ment, azt rögtön utána váltottunk, és hogy elkaptuk a fonalat, akkor nyilván utána már vitte előre a szíve a csapatot. Szóval több kottátok volt. Így van. Ez volt tulajdonképpen a csoportmeccsek sikereinek, vagy fordításainak a kulcsa. Benedek, addig a bizonyos elődöntőig ezeken a csoportmeccseken neked melyik volt a kedvenc, nem is azt mondom, hogy mérkőzés, hanem mérkőzés szakaszod, amikor legjobbnak érezted, hogy megy szárnyal a hajó? Hát igazából szerintem a montenegrói meccs volt az, amikor egy 7-2-es vereségből álltunk fel, és a végén nyertünk egy góllal. Hát éreztem legjobban így a csapatot, hogy összetartott, és együtt mentünk előre, és tudtuk, hogy a végén meg fogjuk nyerni, csak kell még egy kis idő, hogy behozzuk ezt a hátrányt. Na most erre, az ilyen hátrányra, az ilyen helyzetekre, a vesztes helyzetekre hogyan lehet felkészülni? Igazából a meccsmennyiség és a rutin készít? Hát igazából nem tudom. Az biztos, hogy ez a csapat nagyon erős, és senki se úgy áll hozzá, hogy egyszer egy vert helyzetből akar felállni, de bízni kell egymásban, és elhinni azt, hogy meg fogjuk csinálni, és ezzel ad erőt majd később. Most János, nyilván ahhoz, hogy ilyen helyzeteket megoldjon egy vízilabda csapat, az erőnlét kérdése is, nem? Természetesen, tehát rengeteget edzettünk, itt 10 hetes felkészülésünk volt a nyáron, ahol rengeteget dolgoztak a gyerekek, tehát én mondtam is nekik, hogy abban biztos vagyok, hogy ezért az éremért mi tettük a legtöbbet. Felkészülni ezekre a helyzetekre nem lehet, főleg azért, mert a nyár folyamán a felkészülési tornákon tulajdonképpen egész jól muzsikáltunk, egyetlen egy vereségünk volt Montenegróban a Komány Kupán, a hazai csapat
csapattól kaptunk ki, és általában mi domináltunk a mérkőzéseken. Tehát igazából erre nincsen kotta, hogy most akkor mi van akkor, hogyha mi mondjuk 7-2-re égünk a félidőbe. Nyilván ez egy új élmény volt nekünk is, a stábnak is, a csapatnak is, de hál' Istennek megoldottuk. Na most a görögöket utána, a csoportmeccsek után sikerült magabiztosan legyőzni. Mi történt a spanyolok ellen? Fáradtság jött ki a csapaton? Vagy valami más oka volt? Nem hiszem, hogy fáradtság jött ki. Ha fáradtság jött volna ki, akkor úgy gondolom, hogy az a bronzmérkőzésen is benne lett volna a társaságban. Inkább volt egy rossz egy-másfél negyedünk, ahol nagyon buta egyéni hibákat vétettünk, ami addig nem volt jellemző ránk, és ezt a spanyolok kegyetlenül kihasználták. Utána megint az utolsó két negyedben akkor már összekaptuk magunkat. Én úgy gondolom, hogy lett is, még így is volt, hogy 10-5-tel fordultunk, még így is volt szansunk, hogy elkapjuk őket. Picit nem is volt szerencsénk, picit sok is volt az a kétszer 5 gólról felállni. Úgyhogy tulajdonképpen mind a kettő közre játszott ebben. Ha már párhuzamok, akkor kissé hasonlatos, ami a nagy válogatottal történt a világbajnoki döntőben? Hát így van, biztos. Nehéz volt már, szóval, hogy felálltunk kétszer vert helyzetből azon az Európa-bajnokságon már. Jött volna a harmadik, az egyik legfontosabb mérkőzésen, és sajnos itt már kevés volt az idő. Még hogyha lett volna pár perc, szerintem sikerült volna, de így ez történt. Ezek után, ahogy mondtad, meg mondtátok, nem egyszerű dolog gyorsan kiheverni egy ilyen csalódást. Te mivel készítetted fel a fiúkat a bronzmérkőzésre, hogy azért azt ezek után hozni kellene? Nyilván próbálja az ember ilyenkor eltelenni a figyelmüket. Elmentünk egyet kirándulni Valettába, egy picit oldódott a hangulat, nem csak a vízilabdáról beszélgettünk, és ez egy délelőtt volt, egy ilyen 3-4 óra, és akkor délutána már úgy jöttek le a srácok, hogy mindenki látszott, hogy nagyon akarjuk ezt az érmet. No, ugye Mersz Tamás is megnézte a csapatot, és a kapitány szerint közületek néhány hamarosan felnőtt válogatottban is bizonyíthatnak. Milyen erős hátország... Ez nekem új információ, ezt én nem hallottam. Milyen erős hátországot kínálhattok ti idővel? Hát én úgy szerintem azért a magyar vízilabdában mindig voltak, vannak, lesznek tehetségek, tehát azért csodás az a rendszer, hogy kitermeli a saját maga tehetségeit, válogatott játékosait, urambocsász sztárjait. Ez most is így van. Ahhoz, hogy egy ilyen 17 éves utánpótláskorú játékos bekerüljön a válogatottba, azért ahhoz most már nagyon-nagyon sok minden szükséges. Tehát ez a játék annyira felgyorsult, annyira bonyolult, elsősorban fejben, tehát nem is fizikálisan, hanem fejben nehéz követni a felnőtt szinten a gyors játékot, hogy nagyon nehéz adaptálódni a felnőtt válogatottnak a játékrendszeréhez egy 17 éves gyereknek. Tehát ez, és akkor még van benne egy szerencsefaktor is, tehát hogy rengeteg olyan tehetséges vízilabdázó volt Magyarországon az elmúlt 30 évben, aki bárhol a világon válogatott lehetett volna, de ugye éppen magyar válogatottban nem volt hely azon a poszton. Tehát ez azért egy több tényezős kérdés, de hát nyilván kapitány dönti el, hogy kiket válogat be, és előbb-utóbb nekik is kopogtatni kell az ajtón. Előbb vagy utóbb? Ugye te az UVS-e játékosaként már a felnőtt csapatban is játszol. Ha egy elképzeled a karrieredet, akkor mikor kell eljönni annak az időnek, amikor kopogtatni kell és benyitni? Hát nem tudom, már ez a nagy álom igazából. A kiskorom óta szeretnék felnőtt válogatott lenni egyszer. És hát nagyon sok munka van még hátra, és remélem egyszer sikerül majd. Hát így legyen, és akkor nektek meg további jó készülést a következő évre, arról most már beszéljünk majd mindent a maga idejében. Gratulálunk a bronzéremhez, köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönjük szépen.